Sziasztok! Én Kiskörök, és ebben a videóban beszélünk nektek mutatni, hogy hogyan kell egy bármely CSGO módot letölteni VOD-ba, és akkor egy is indítanék egy ilyen pár részeset, ahol bemutatom, hogy hogyan kell az XP-met letölteni, meg ezeket. Hát akkor kezdeném egyből a, hogy is hívják, a CSGO módokkal. Beírjuk azt a Google-be, hogy VOD, VOD info, ki is adja, hogy volt World of Tanks magyar portál hírek, de hát most itt van, hogy ugye 9.7-es módok, erre itt rámegyünk, és itt megtaláljuk ezeket a Jacked mód, meg XVM, minden van itt, amit szeretnétek. Nos, hát ezeket most le lehet tölteni innen, meg volt Hungary-ről, de én általában innen szoktam. Miért ezt ne kérdezzétek, jobban megszoktam. Itt találtok fönt egy hogy célkereszt, erre rámentek, és akkor itt a kedvetekre találhattok. Itt van az enyém, amit a Taipan, amit még régebben használtam, de én most ezt a DG-t fogom letölteni, vagy nem tudom, hogy kell kiejteni, és akkor mutatnám is, hogy hogyan kell. Na ugye itt rámegy, hogy töltsük le a ez le az Crosshair legfrissebb verzióját. Ugye rámentek a kiemelt szócskára, és ki is dob minket a Megán, csak most belassultam, kicsit belassult a netem. Sorry, srácok. Na, ki is dobott minket a Megán, és itt annyi, hogy letöltjük a számítógépre 1,2 megát, most nem foglal valami sokat. Nagyon jó, le is töltötte, legalábbis most fogja szedni, igen, itt is van. És akkor itt is írja, hogy erre rámegyünk. Ez persze kell egy WinRAR, a legfrissebb az a 5.1. Azt hiszem az 5.1 vagy 5.2-es, de tök mindegy, letöltétek a WinRAR-t. És akkor itt írja, nem is olyan bonyolult, rámegyünk ugye erre, kibontjuk, helylemezc, games, World of Tanks, és azt hiszem, hogy azt írja, hogy a játék fönkönyvtárba, a tökéletes játék fönkönyvtárába. Megtörtént? Megtörtént, mert nem nagyon figyeltem, nem még egyszer. Helylemezc, games, World of Tanks. Ja, jó van, akkor megtörtént. Jó, hát srácok, ennyi is lett volna ez a kis videó. Láthattátok is. Ezt nem tudom, miért nyitottam meg. Szóval így ennyi. És akkor ezt mondom, meg tudjátok csinálni bármivel is, bármilyen célzó móddal. Most még itt van ez a Jector módpack. Ez tud ilyen hatodik érzékjelző hang, full nap és statisztika kijelzés a garázsban, tag típusok. Szóval ezeket tudjátok letölteni innen, hát most 9.7-esekről, amit szeretnétek, amihez kedvetek van, ide ki vannak sorolva, Zoom, az, szerintem Zoom az teljesen megéri, van a 32-es és a 30-as Zoom, XVM, Modepack, XVM-ből azt hiszem csak kettő van, vagy egy, igen, egyfajta, de ez is nagyon jó, szerintem hát ami lényeget mutatja, mennyi csebzel és a tankokat, egy kis minimap módot, itt térkép is. Térképen ugye a szokásosokat láthatjátok, ezt a mutatja, de hát ezt már ugye 9.6-ba vagy 5-be már behozták, hogy mutatja. Ikon, hát igazából a tankoknak az ikonját mutatja, vagyis hogy hogyan mutatja heavy-knek, a TD-knek, stb. Akkor modepack, statisztika, hát igazából itt mutatja, hogy milyen csatát játszottál, vagy hogy a tankról mit kell tudni, ami éppen meglő. Grafika, hát én most így grafikát nem nagyon szoktam így állítgatni. Legfeljebb így grafikán belül megéri ez, csapat HP kiírása, és kiírja, hogy még mennyi HP maradt. Ez a paintball mód, ez nagyon jó, ezt ajánlom nektek, ezt töltsétek le. Nagyon egyszerű, ennek is a letöltése, itt is van, letöltitek, és a letöltött csomagot a file lévő verzió közül a kiven mappából. A Resmode könyvtárat bemásoljuk a játék főkönyvtárba, szóval amit láttatok ott az előző videóban, azt, amit láttatok a Resmode, azt kibontjátok a játéknak a főkönyvtárába, és akkor ennyi. És akkor bent is van ez, amit szeretnétek. Hangár garázs. Hangár garázsnál itt ezek a hátterek vannak, katonai bázis, denevér barlang, városi hangár, meg ez, ami mondom, kedvetekre támad, azokat le tudjátok tölteni, és fel is tudjátok rakni. Egyéb mód, hát most itt nincs semmi. Szóval szerintem ennyi is lenne ez az egész.
Szerintem nagyon egyszerű ezt letölteni, és mindig figyeljetek, hogy 9.7-eset töltsetek le, mert csak a 9.7-es van ugye érvényben. És mondom, ezt letöltetitek WhatHungry-ről, de én World of Tanks magyar portálos vagyok, és én onnan szoktam letölteni. Na, hát akkor ez volt a legelső videóm, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és tisztítve meg azzal, hogy feliratkoztok. Én Kiszka voltam, 67-en vagyok a csatornán, köszönöm, sziasztok!